Hello mindenkinek, Ryder vagyok. Ma egy új sorozatot kezdünk a csatornán, ez itt nem más, mint a Prison Architect, amit egyesek közületek már láttak. Régebben, olyan két éve szerintem, két éve, mert nem játszottunk játékkal. Játszottunk Prison Architect-tel igen sokat, aztán igazából azt történt, hogy elveszítettem a mentéseimet, és emiatt a játékot abba kellett hagyjuk, a sorozatunkat. Ma viszont kezdünk egy újat. Már megvan a börtönünk tervezve, megcsináltam. A sima Warden a Wardenünk, tudom, hogy van többféle, viszont be van kapcsolva például a hőmérséklet, nem tudom, ezt hol tudom megnézni. Nem tudom, ezt hol tudom megnézni, hogy mi van bekapcsolva, de be van kapcsolva minden, ami csak lehetséges. Kivéve természetesen a csalásokat, és minden ilyen dolgokat. Szóval, ez itt a börtönünk. Csállat, ez itt a börtönünk, és mármint a tervezze, ugyebár. És amit most csinálni fogunk, az először is építünk ide egy kis ezt-azt. Wow, mi a fene? Jó, cool. Illetve megépítjük még ide ezt. Jó, és akkor toljuk is a dolgot. Ugyanis itt lesz a börtön része a dolognak, mint hogy az látható. Itt lesz a börtön része. És itt lesznek pedig a wardenek és a hasonlók. Ami remélhetőleg tök jó lesz és tök szuper lesz. Ugye, ez is ezt el kell olvasok, bla, oké. És lehet, hogy nem akarok még ma embereket, illetve bocsánat, holnap embereket fogadni, mivel hogy egyszerűen lehet, hogy nem lesz kész az épület, nem lesz kész az áramozás, és a többi ahhoz, hogy mi embereket tudjunk befogadni. Na most mi, hogy ide fogjuk építeni az irodákat gyakorlatilag szerintem, nagyon jó. Nagyon sok értelme van annak, hogy a Power Station-ünket is például ide pakoljuk valahova. Mondjuk ide. Így. És akkor mellé pedig pakoljuk a víz. A vízforrásunkat. Hoppá! Ezt miért nem tudjuk lepakolni először is? High Powered, igen. Ott van valami? Lehet, hogy ott van valami, azért nem tudjuk oda pakolni. Mi? Oké. Okay. Szuper, oda már le tudjuk pakolni. Jó, szóval... víz. Power Station, szuper. Mi ez, hogy... Hot Water Pipe. Large Pipe. Dismantled Electric Cable, igen. Capacitator, igen. Power Switch. Tiger the Availability of Recipe. Akartam magyarosítani a játékon, de nem értek, hogy milyen nap van és hogy hány óra. Évszakok is vannak. Szóval az úgy elmarad. Jó, itt húzzuk végig az elektromos kábelt igazából. Mondjuk eddig. Itt megint eddig. Aztán megint végig itt a falba. És akkor szerintem már bőven jó lesz, valamint mondjuk még itt, a rabok között. Egyszer, oké. Ezen kívül még egy csomó vastag csövet kell elvezessünk valahogy. Tudom, hogy a börtön törtelékek nem szeretik azt, hogyha van nagy víz, nagy cső, mert azon ki tudnak szökni. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy így vezetjük majd a vizet. Egészen pontosan, és akkor itt közöttük, itt már nem hiszem, hogy ki fognak tudni majd ásni. Remélhetőleg nem fognak tudni. És akkor teljes mértékben rendben leszünk. Szóval vízforraló. Ez most már egy dolog.
hogy van melegvizes pressure much lower. Szóval ez most már egy dolog? Most már ez így működik? Ezeket pakoljuk hozzám úgy. Így, hogy még több végtelen sok erőnk lehessen. Jó, szuper. Ez most már... Valószínűleg a fürdőbe kell forró víz. Tehát nem vagyok szakértő, de szerintem a fürdőbe kell forró víz, és szerintem a budiknak erre nincs szüksége, a WC-knek, bocsánat. Szóval ez így cool lesz. Jó. Amit még szeretnék építeni, az igazából az... kerítés, hiszen ez itt, ez még nincs megépítve. Húzzatok bele, srácok! Oké. Okay. Requires entrance. Entrance. Objects. Staff door. Jail door. Staff door. Fuck yes. Bam. Mindjárt meg lesz akkor. Igaz? Ide is egy staff door. Bam. Szuper meg. Szóval meg van építve, királyság. Jó, ide teszünk egy jail door-t. Kb. Ez a közepe, igaz? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faszom. Akkor teljesen mindegy. Akkor teszünk ide egy jail door-t. Így, jó. És akkor azt csináljuk még, hogy építünk kerítést itt így körbe. Ez azért lesz király, mert ezt a kerítést fel tudjuk majd használni arra, hogy ott legyen az udvarunk. Ezen kívül falat szeretnék építeni. Brick wall, tökéletes. Fa, ide nem is kell, egyet vegyünk ki. Szóval csak fa. És akkor itt lesznek majd az irodák. Ami elméletileg tökéletes lesz. Illetve itt lesz, itt még látszik, hogy ezzel kezdtem. Itt lesz az a szoba, ahol a rabokat tartjuk majd. Tökéletes. 5x5-ös, indoors, toilet kell még neki, és ilyenek. Az meg lesz hamarosan. Jó, akkor még egy picike falat szeretnék építeni. Egészen pontosan így. Ez itt problémás. Lássuk be, ez itt egy probléma, hogy ez nekünk itt így van. Szóval ezt még így húzzuk ki. Jó? Hogy ott meg tudjuk építeni azt az adag cellát is. Lehet, hogy nem lesz elsőre bevezetve. És nem fogjuk elsőre használni. De szerintem sose járhat, hogyha megvan az is. Szóval értitek a dolgot. Oké. Okay. Toljátok, srácok. Hiszek bennetek. Hiszek bennetek. Ezeket a szobákat is lassacskán ki lehet nevezni. Ezt is pár ezét hozzá. Ezeket a szobákat is lassacskán ki lehet nevezni. Mindenféle személyzeti szobának és hasonlónak. Ami nagyon-nagyon király. Tehát akkor kezdjük is el. Rooms. Azt mondja, hogy office. Bam. Office. Bam. Office. Bam. Office. Bam. Szuper. Már csak kell belepakolni egy office desket, egy filing kabinetet, illetve egy széket. Office desk. Szék. És a filing kabinet. Tökéletes. És már is belevásárolhatjuk a Warden-t. Mondom, belevásárolhatjuk a Warden-t. Szuper, 10x10-es. Oké. Itt vannak problémáink. Tehát Demolish Walls.
Valaki szedje le a falat. Köszönöm. Nem lesz összekötve? Nem, nem. Srácok, itt mi a helyzet? Ezzel mi a szitu? Ezzel mi itt a helyzet, gyerekek? Ó, van egy képünk. Oh yeah! Cool. Hogy tüntetem el? Hogy tüntetem ezt el? Mi lenne, hogyha ezzel csináltok valamit? Oké, okay, falak, ez lesz a zuhanyzó. Te nem csinálok vele semmit, mi a fene? A bejárat, jó. Ez lesz a konyha, ott a bejárat. Ez meg lesz itt az evédlő. És akkor ez így cool lesz. Oké, okay, szóval kell egy safe door. Jó, ezt kitörjük akkor a picsába innen, és akkor majd újra kezdjük. Kurva jó sikerült már egyből kibagoltatni a játékot. Jaildort ide. Benchet. Ide egy WC-t, egy mosdót. WC-t. Oda. Jó, egy picike csövet, hogy tudjanak kakilni az emberek. De, srácok, ez így nem lesz jó. Azt azért mindenki vágja, igaz? Egy falazzuk be még egyszer, jó? Ha teszünk ide egy ajtót, akkor jó lesz minden? Egy jail door-t mondjuk, így. Mert igazán szeretném, hogy ez itt működjön nekünk. Mert hogy... Requires entrance. De amúgy haladunk. Mindenképp. Blocked. Jó, oké. Okay. Most akkor megépítetek még egyszer? Ügyesek vagytok. 10 per 10. Jó, foglalkozunk ezzel. Mi a baj? Can't is accessible by this business cell. Mindjárt lesz kantinunk is, jó? Ne aggódjon senki. Bam. Mi kell bele? Serving table. Serving table. Bam. Table. Bam. Bam. Bench. Bam. 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 Nagyon cool. De ide csinálunk egy step door-t. Bam. Ez a kitchen. Bam. Mi kell ide? Cooker. Milyen jó kijelölik. Sink. Bam. Fridge. Bam. Cooker. Bam. Rooms. Shower. Bam. Fails. Showerheads. Oké. Okay. Yard. Bam. Akkor ezt befejeznétek már végre? Olyan nagy dolgot kérek. Foundation in progress. Carrying staff key. És mit csinálsz amúgy? Ezt be kell kötni, jó? Ezt kössük be. Cool.
És akkor showerheadeket akartunk venni igazából. Showerhead. Illetve egy pár vízelszívót is. Jó, igazából úgy érzem, hogy lassacskán itt van a lehetőségünk arra, ezek nincsenek bekötve. Mi itt a helyzet? Ezeket töröljük ki akkor. Oh, cool. Kitörli, cool. Szóval ezeket így kössük be, mint állat. Jó, hogy állít a fenti dolog? Nem cool, ezekből pedig cellákat akarok csinálni. Szóval ezeknek kell egy kis fal. És ezt miért nem csinálja még mindig senki? Ezt pedig mindenki csinálja. Mit nem értek? No route. Demolish walls, clearing the bulldoze. Fuck this shit up, mindent törjetek ki a picsába. Mindent törjetek ki a picsába, nem érdekel. Ezzel nem tudom viszont mit fogunk csinálni, gyerekek. Ebből... Már is problémáink vannak. Oké, szóval ezek cellák. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Egész eddig 10 darab cella. Mindegyiken természetesen egy ajtó van. Meg kezd elfogyni a pénzünk, ami nem olyan jó. Mindegyikben van természetesen egy kaki pottyantó hely. Mert ez fontos. Az is fontos, hogy így legyen letéve, hogy mindenki lássa, amikor kakit pottyant az ember. Mert az egyetlen problémám az, hogy nincs egyetlen egy biztonsági öröm se, és épp ezért nem tudnak az emberek néha bemenni helyekre. Azt tudnám elképzelni, hogy azért nem tudnak ide bejönni, például ezt itt megépíteni. Jó, már csak be kell kötni, nem kell be, se kell őket kötni. Oké, akkor igazából jöhetnek befele, mondjuk naponta, hát nem naponta, mondjuk 5 ember. Jó, kezdjük 5 emberrel. Illetve 2 ilyenkével, jó. Szóval, mit csinálunk ezzel itt? Nem tudom letörölni, szóval valószínűleg már nem érvényes, úgymond. Ha ilyet csinálok, akkor jó lesz? Oké, valamit elkezdtek építeni. Tehát valamit elkezdtek építeni, az már jó jel. Oké. A basszál szájba! Oké. Probléma megoldva, gyerekek. Hát csak most hogy voltak a terveink? Itt volt egy fal, az tuti. Miért tűnt el minden fal, ami létezik? Engem az érdekel. Még 14 óra van, amíg érkeznek be újabb rabok, szóval időnk azért az van. Tehát ha más nem, időnk az van. És ide kell pakolni ezeket. Még a falakat. És akkor minden cool lesz. Jó. Lassacskán
Önök finance-től bürokraci. Hogy is működött ez? Programs, grants, jobs, staff. Ó, Jézus Isten, nem akartalak kirúgni, ne haragudj! Ne haragudj, nem akartalak kirúgni. Egyáltalán nem akartalak kirúgni. Te vagy a kedvencem. A hair accountant, igen, accountant kell nekünk még, igen. Az a problémánk. Office desk. Chair. It's a filing cabinet. Wow. Accountant. You require finance. Hogy? Hogy csinálom ezeket? Pedig régen tudtam mindent. És értettem a dolgokat, és értettem a játékot. Intake, jobs. Spiritual guidance, tesó. Valamit... Ó, ez régen lent volt, azt hiszem, finance. Jó. Szuper. Hát jól van, hölgyeim és uraim, akkor ennyire lesz mára a Prison Architect. Végre megépítettük ezt a szart itt. Ez itt, spoilerek, még egy adag börtöncella lesz. Szóval értitek. Királyság, ez már viszont fordítva. Nem tudom miért, de fordítva. És... így már lesznek? Szépen. Itt mi a probléma? Enclosed. És itt már minden cool lesz. Szóval tetszett a mai videó, az első videó, ami igaz egy picikét rosszul kezdődött, de szerintem azért jó vége lett, mert végül megcsináltuk a dolgot, ahogy akartuk. Akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen ez rengeteget segít. Valamint, hogy újak vagytok a csatornán, és szeretnétek még Prison Architect-et látni, akkor pedig dobjatok egy lájkot. Mert, bocsánat, nyilatkozzatok fel, de lájkot is dobjatok, mind a kettő. Ez a legkirályabb. És akkor minden rendben lesz. Én Insufficient Funds. Oké, semmi baj. Én Ryder voltam. Hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!